Sziasztok, és köszöntök szépen mindenkit újra egy újabb Space Dragons-os epizóddal, és ebben a részben craftolni fogunk méghozzá rengeteget. Szeretnék ugyanis tök jól lenne végezni most már a Tier 1-es fejezettel. A videók között ugye volt egy stream, és ott rengeteg mindent találtunk. Sajnos viszonylag kevés peridotot, szóval rájöttünk, hogy a Twilight Forest az annyira talán nem a legjobb hely peridot szerzésre. Viszont annál több mindent találtunk más dolgokba, és ezekből fogunk most craftolni. És ahogy néztem a questbookot, nagy rész most tárhelyfejlesztéseket javasol nekem, szinte minden mennyiségben, úgyhogy mi lenne, hogyha egy-kettővel már meg is próbálkoznánk. Az első, amit el szeretnék készíteni, az egy ilyen Denk 0 lesz, ami ötletem sincs, hogy micsoda, igazából egy pontos leírás sem kaptunk hozzá. Egy nagyon furcsa, már futurisztikus blokk. Így néz ki belülről, és ezek itt a kivezetései lesznek talán. Hogyha ezeket beletesszük, akkor látjátok, már meg is jelentek rajta, szóval a kopperek ott úsznak a tetején. Ez kicsit olyasmi, mint egy ilyen hordozható drover talán, tehát nagyon-nagyon sok item fér bele. Nem csak egy 60 éves pak, hanem ezeket a slotjait talán mind meg lehetne tölteni mondjuk kövekkel. Ja, látjátok, tehát 128 van itt most éppen benned, viszont úgy látom, hogy ennek ez a max kapacitása. És hogyha több követ teszek bele, akkor azokat így azt hiszem megsemmisíti, tehát így voidá teszi. Ami egy elég érdekes funkció. Nem minden esetben jön rosszul, de most éppen nem volt a legjobb. Úgyhogy köszönöm szépen, egy dolog, amit csak a questbookért készítünk el. Átveszük érte a küldetés jutalmat, hogy ennek vannak még fejlesztett változatai. Kicsit szénpazarlásnak érzem, és mi tudjuk, a szén az értékes. Denk 0 ez a neve, mint hogyha hiányozna egyébként, de ennek az egész modnak az a neve, hogy a Denk 0 mod, és semmi más nem ad bele, csak Denk 0-t. Well, na mindegy, térjünk rá egy kicsit a hasznosabb craftingokra is, amik a következők lesznek. Először is kell nekünk egy nagy adag filter modul, és ezt fejlesztjük tovább itt egy ilyen upgrade template-té. A filter modul az RF Tools-ból jött be, és azt hiszem ezek alapból is rendelkeznének funkciók, hogyha RF Tools-os tározó egységekre kötnénk rá őket, viszont én most a Storage Traverse-t szeretném belőle kihozni, ami pedig ezeknek a fejlesztései lesznek. Ezekből egy csomót tudtam készíteni, ugye ezek az upgrade templétek, ezek azok, amiknek a segítségével tudunk mondjuk tárhelyet növelni, vagy pedig más egyéb funkciókkal ellátni ezeket a drovereket. Ezekből meg is nézek egy párat, szóval ahhoz szükségem lesz még ilyen storage modulra, és egy adag ilyen Redstone Screen modulra is, ezek szintén csak ilyen továbbfejlesztései lesznek, tehát hogyha mondjuk tárhely bővítést szeretnék, akkor azt így tudjuk megkapni, hogyha pedig mondjuk azt szeretnék, hogy kiírja, hogy pontosan mennyi kell még ahhoz, hogy teljesen beteljenek ezek a storage roverek, akkor ezeket így tudjuk megkapni. Nagyjából ismerősek lehetnek a craftingok, és hogyha ezekkel jobb klikkelünk rá, akkor ezek így most már be is vannak töltve. Hogyha shift jobb klikkel kell, akkor itt vannak az upgrade-ok, tehát hogy igazából így is be tudom őket tenni, de talán így egyszerűbb, és akkor látjátok, hogy most már meg is jelentek, mennyi tároz így magába. Hogyha kiveszem innen a tárhely modult, akkor látjátok, hogy a felé már megtelt, és már nincs is annyira sok hely benne, pedig ugye ez egy viszonylag nagy drover, de hogyha beteszem ezt a fejlesztett tárhelyet, akkor viszont látjátok, újra visszaugrott az elejére, és itt sokkal-sokkal több mindent tudunk eltározni benne. És akkor ugye ennek vannak különböző fokozatai, ezt egyébként az összesre feltehetném, de ezekkel nagyjából elégedett vagyok így is, illetve hogy jól tudom, ezekben a droverekben annyira nagyon sok minden nem is érdemes tározni. Ugyanis, hogyha több tízezer, több millió itemet tároltok ilyenekbe, akkor simán lehet, hogy egy idő után elkezd laggolni a szerver. Azt meg senki nem akarja. Nekünk is valószínűleg a Sky Factory-ben ez okozhatott ilyen igazán nagy fejfájást. Na nézzük még akkor, milyen storage kabinetek meg modulok vannak még a későbbiekben. Ez itt egy, hát ez is egy újdonság, valószínűleg egy ilyen nagyobb tárhelyen rendelkező chest igazából. Lehet, hogy ezt kéne használni mondjuk arra, hogyha én mondjuk csak simán az érceket szeretném tárolni. Valószínűleg ez egy olcsó módszer, mint sem, hogyha mondjuk egy ilyen diamond chestet késztek, mert ezekben csak ennyi fér. Viszont ez így jobban átlátható, itt ugye nincsenek ilyen körgőzések. De ennek nagyon egyszerű a kraftolása, és valószínűleg azért, mert egy Actually Editions-ös dologból lett tovább kraftolni, és azokat ugye ismerjük, nagyon OP-k. Úgyhogy, ezeket érdemes fejbe tartani, szóval ez itt lesz, ez egészen biztos. Viszont azt hiszem, hogy tárhelyekről igazából talán ennyit. Annyira azért nem vezet minket a questbook bele, viszont megadja a lehetőséget arra, hogy ha szeretnénk velük komolyabban foglalkozni, akkor itt ennek apropóján elkezdhessük ezeket fejleszgetni. Ez például ugye itt írja, hogy 270 slotot tárolsz magába, és mindig slot 64 darab itemet tud eltárolni. Hát vagy attól függ, hogy milyen itemeket helyezünk bele, de általában 64-esek a stackek, szóval ez így eléggé praktikus. Ugye itt írja, hogy például ezért az olyan itemeket, amik nem stackelhetőek, mint például a enchanting könyvek, amiket én most jelenleg itt tárolok fent, de nem azért, mert annyira praktikus lenne, hanem egész egyszer csak azért, mert annyira jól néznek ki. Szóval hogy ezeket például betehennénk egy-egy ilyen storage kabinetbe. Ugyanúgy, ahogy ezeket a potionöket is. Úgyhogy igazából ezt így le is teszem valahová ide, sőt, ezt igazából fel kéne vinni a WC-ből, tök jól néz ki.
Csak sehová nem használnám ott, tehát hogy nem egyáltalán praktikus, úgyhogy egyelőre majd keresünk ennek is helyet, és akkor ezt így majd betesszük. Sokkal jobb, mint mondjuk az a Denknul, amit előbb készítettük. Az nem is tudom micsoda pontosan. Visszatérve azonban ide, akkor átviszem a többért és jutalmat, hogy itt voltak az upgrade templétek, itt voltak a storage modulok, itt voltak a drover upgrade-ek, azt nem is tudtam, hogy ezt el kell készíteni, de mégiscsak megcsináltuk. És silver chest, na hát, miért pont silvert kért tőlünk, olyanból valószínűleg pont nem készítettem. Viszont majd mindjárt fogunk, hogyha tárhelyezzünk, de előtte el szeretnék készíteni egy nagyon régi craftingot, az pedig a Control Miner, amihez elsősorban szükségünk lesz egy ilyen elit komponentre, és aztán ezeket már be is vágva mondjuk ide a crafting table-be. Így már meg is kaphatjuk magát ezt a blokkot, ami igazából energia felhasználásával gondolom kiszedi a blokkokat maga elé, és akkor ugye ezt lehet így filterelni, hogy mit ne szedjen ki, vagy mit szedjen ki, tehát így blacklist meg whitelistelni a dolgot. Hasznosnak tűnik ez is, ez ugye egy Kleenex-es dolog, és ugye Kleenex-ből elég sokat használtunk az idők alatt. Ja, hogyha megnézitek, nagyon hasonlóan működik akkor ez a fa farm is. Tehát úgy látszik, ezek a klikszes dolgok, ezek jók. Nem túl OP-k, viszont nem is annyira használhatatlanok, mint mondjuk egy Denk Null. Úgyse ebben az epizódban nagyon beleszek rá akkor. Lehet, hogy egyébként egy fújó dolog, csak én nem jöttem rá. De a Facebook sajt semmiféle leírást, mégis miattakam ez. Majd a világűrbe használjuk ilyen blokkokat, de ne itt. Hát mi még csak 10-1-es fejezetben vagyunk. Na jó, mindesetre megvan akkor ez is, a Control Miner is letudva, és akkor nézzük itt tovább ezeket a küldiket, mert tényleg egyébként a 10-1-es fejezetünknek a vége felé tartunk, ami nagyon-nagyon jó jel, mert mostanában elég sokat adventuröztünk, de keveset foglalkoztunk a craftingokkal, úgyhogy ezekkel is kell. Na nézzük akkor a következő dolgot, amit kikészítettem, ez a Toxic Mixture, és valószínűleg ebből a Liquified Poison-t tudunk készíteni, hogyha ezt itt kiégetjük. Igen, egyébként elkezdtem az urániumokat és minden egyebet megcsinálni itt, amiket így az út alatt szereztünk. Tehát ugye rengeteget bányáztunk most az előző streamben, amit remélhetőleg hamarosan felkerül nektek vágott videó formájában, és akkor be tudjátok pótolni. Tényleg sajnálom, hogy peridot nem tettük, viszont azt néztük, hogy az endben, meg valószínűleg rengeteg peridot lesz, hogy kerül oda, azt továbbra sem teljesen értem, de úgy látszik, hogy az endben majd találhatunk, és ezért is arra gondoltam, hogy lehet, hogy tök jó lenne átvenni akkor esetleg az 50. részre, az egy szép kerek szám, akkor átmenni az endbe és legyőzni az Ender Dragont is. Természetesen csak akkor, hogyha ti is benne vagytok, mert azért ez mégiscsak egy ilyen szép zárása lenne. Mondani talán az első fejezetének a Space Dragonsnak, de nem szeretném fejezetekre bontani, szóval ugyanúgy folytatnánk 50., 51., 52., 53. részre, hiszen van még bőven content, amit tök jó lenne felfedezni, és ténylegesen eljutni egyszer az űrbe, ha már egyszer Space Dragons. De hát látjátok, hogy azért sok-sok feladat van még előtte. Én egyébként ezzel teljesen ki vagyok békülve, mert hogy inkább legyen hosszabb az odavezető út, de annál értékesebb lesz utána majd beszállni egy űrhajóba, és megnézni nem csak itt ezt a Földet, hanem a többi naprendszert is. Egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor a G betűvel elő tudjuk hozni a Galaxy Mapet, és látjátok, hogy itt keringenek a bolygók, tehát ez itt a naprendszerünk. Itt vagyunk mi az Overworld-ön, itt van középen a Nap, a Merkur, Vénusz, Föld, Mars, hát ugye ezeket ismerjük, látjuk, itt vannak ilyen aszteroida mezők, és egészen a Plutóig, sőt itt még vannak külső bolygók is, ahová el lehetne jutni. A Plutó igen, igazából itt még hozzászámol a bolygóink közé, ez érdekes. Na mindegy, igazából itt vannak ezek a nagyobb bolygók. Hát ma arra kíváncsi vagyok, mert ha most csak itt rákattintok mondjuk a Jupiterre, akkor itt egy csomó minden leír róla. Azt is, hogy ugye ott mennyi ideig van éjszaka, meg hogy milyen a gravitáció. Például 9 óra, lehet, hogy valóságban 9 óra lesz itt nekünk az, hogy egyetlen egy nap elmenjen. Az orbit time-ja az ugye a Minecraftos napokon belül 284,60 valamennyi. És akkor itt vannak a Jupiternek a holdja is, az Európa, szóval ez ilyen nagyon durván részletes. Mondjuk látom, hogy egy-két bolygó, vagy egy-két hold az még nincsen teljesen kidolgozva, itt például nem tudom, ez a nagy fehér valami, de hogy full érdekes ez az egész. Mondjuk nézzük meg a Marsot, ott biztos, hogy ki lehet majd jutni, a Marsnak is van két darab holdja, és gondolom azokra is le lehet szállni. És itt van egy másik nap, és úgy látom, wow! Itt vannak még a Kepler, igen, ezek már csak ilyen Kepleres számozások. Ezek pontosan milyen bolygók, ezeknek már nincsenek ilyen neveik. De hát úgy látszik, hogy akkor nem csak a mi naprendszerünk, hanem más naprendszerek is megnézhetők. Lehet, hogy egyelőre még csak a térképen vannak, azt nem tudom még, hogy milyen bolygókra lehet kiszállni, de azt kizárnak tartom, hogy itt az összesen, amit csak látunk, azt kidolgozták. Mindenesetre nagyon kíváncsi vagyok rá, és alig várom, hogy ott tartsunk, de hát ezért is craftolgatjuk ezeket a dolgokat, és haladunk előre a fejezetekkel. Meg is van a Poison Cell, és akkor ezekből tudunk csinálni Poison Arrow-kat. Gondolom csak valahogy, ja, körbe kell tenni egy adag íjjal, és tessék, ugye elő még így az naprendszereket nézegettük, de most még csak mérgező nyilakat craftolunk majd valamilyen harchoz. Ami egyébként, hogyha Ender Dragonozzunk, vagy más sárkányozzunk,
Nem is fog majd rosszul jönni. Proving stand. Oh, hello, hello. Most kéri még csak tőlünk, hogy potizzunk még, hogy kicsit előre siettem. Úgyhogy ezt is meg tudjuk csinálni. Proving stand is elkészült. És ez a része is készen van. Hogy jól látom, akkor most már a tier 1-es fejezetünkben összesen csak ezek a ládák vannak itt. Ezeket kell megcsinálni. Úgyhogy veszek is magamhoz egy silver chestet. Meg is van a küldetésünk, át is veszem érte a jutalmat. A következő, amit itt feloldott nekünk, az az X-Charger Core. Megint egy futurisztikus dolog, de nem tűnik annyira bonyolultnak a kraftolása, úgyhogy megnézzük. Tessék, itt is van. Impeket tudunk tőle spawnoltatni. Húha, itt jól megcsináltuk ezeket a küldi lányokat, ugyanis úgy látszik, hogy összejönnek egy nehéz dologgá, ami a végét fogja jelenteni ennek a fejezetnek. Spawn imp tojást szereztünk belőle, egyet azért kipróbálok. Ó, ez az az imp, ami a Netherben szokott lenni. Naturális. Hát, rég nem láttalak, alapból ezek ilyen kis barátságos Nether disznók, lehet azt hiszem bőrt csinálni a bőrükből. Vagyis, hát igen, értitek, szóval így dobnak ilyen fura bőrt, és akkor azt át lehet kraftolni a sima bőré. Nem annyira nagy tűz. Ja, amúgy találtunk, hogy az előszínben egy ilyen Moonworm Queen-t a Hollow Hill-ben, és azzal ilyen kis moonwormöket le lehet tenni. Ez leginkább, hogy utána néztem, csak dekoráció, illetve valami fényforrás. Szóval, hogyha az ember ilyen furán szeretné kivilágítani az otthonát, nem pedig ilyen villogó valamikkel, akkor elvileg ez egy jó megoldás lehet rá. Szóval ez csak ilyen kis érdekesség. De ezeket az imtojásokat is beteszem, nem hiszem, hogy egyelőre fognak kelleni. Viszont akkor csináljuk meg akkor ezt az exchanger dolgot. Itt is van ez a wooden exchanger, és elvileg akkor ezzel el fogok tudni kezdeni cserélgetni dolgokat a világban. Ezt most mindjárt ki is próbálom. Szóval, ha van itt nekünk valahol, hát mondjuk legyen itt ez a fa, akkor ennek a törzsét most meg ki tudom cserélni az inventory-ban lévő fával? Egyszer egyet ír ki nekem, hát nem vágom. Ja, aha, valami ilyesmi. Á, igen, értem. Tehát ez is olyasmi, mint amit kipróbáltunk talán a Sproutban, hogy nagyobb területeknek az átalakítására. Én építkezésekhez lehet ez jó, szóval kijelölünk egy területet mondjuk itt, mondjuk kijelöljük idáig, és akkor azt átváltoztatja nekünk fává. De nem csak ez a Wooden Exchanger van, hanem Stone, Gold, meg Iron, meg ilyen olyan tíru Diamond Exchanger. Ennek gondolom a durability-je több, de hogy amúgy ugyanazt tudja, hogy a világban kicserélget nekünk blokkokat. Valószínűleg inkább építkezéshez, úgyhogy ezt egy előtt is hagyom. A lényeg az, hogy küldihez kellett, úgyhogy hát is veszük érte a jutalmat, és hogy ez miért lesz fontos ehhez? A Metallurgic Infuserhöz, aminek nagyon fura neve van, de mindjárt megtudjuk. Nem kell a kraftolásához. Akkor tényleg nem tudom, minek kellett, akkor csak meg akartam mutatni a questbook, hogy ilyen is van. Ó, legendary lootbaget kapunk érte, tök jó. Ez a kis képezet egyébként általában egy nagyon fontos mechanizmus blokk lesz, aminek a segítségével infúzolni tudunk dolgokat. Tehát például, hogyha vashoz hozzáinfúzoljuk a tint vagy a kvarcot, akkor kaphatunk egy ilyen új állapotú vasat, ami gondolom ismételten csak craftingokhoz lesznek majd nagyon-nagyon hasznosak. Viszont ezzel úgy láttam, hogy jej, ki is pipáltuk a teljes tier 1-es fejezetünket, ami azt jelenti, hogy itt az idő, hogy rámerjek kattintani a tier 2-es main questline-ra, és egyelőre még nem indul durván, bár egy ilyen advanced circuit az nem a legegyszerűbb dolog, viszont hatalmas lesz. Gondolom itt végig mint tele ilyen küldetésekkel, mint itt, vagy akár mint itt. Szóval ezek már nagyon-nagyon nehezek lesznek, viszont ez egy hatalmas mérföldkő a sorozat életében, és eljutottunk a tier 2-es main questline-hoz. És akkor letesszük ezt a infusert, valahová mondjuk ide, lentre megnézzük, hogy mit tud. Hát a support keeper meg leugrott ide. Szóval, hova férhet még el? Talán ezt az energizert innen egy kicsit kivesszük, és akkor megnézzük, hogy ezt hogyha bekötjük, wow! Ez már belülről is elég érdekesen néz ki. Metallurgic Infuser, mit tudunk vele csinálni? Például a kvarcot tudjuk feltölteni, ilyen charge-olt állapotú kvarcá. Tehát kicsit ilyen charge-el is egyébként ez egyben, amit most éppen kivettem. Tehát az Energizer szerepét akkor ezt be fogja tölteni. Meg át tud alakítani érceket, gondolom. Ja, de nem olyan sokat, inkább erre a kvarcra van kiegyezve, úgy látom. Én Applied Engineering-es, pedig ez egy mechanizmus mod. Na mindegy. Érdekes, érdekes. Szóval igazából ennyi, akkor itt ez a dolog. Megnézzük, mi volt ebben a Legendary Lootbag-ben, ilyet úgyis ritkásan szoktunk nyitni. Egy Compressed Diamond, ennyi összvisz, ez egyetlen egy gyémántér, amit csak bedobtunk ide mondjuk a kompaktorba. Well, ezekkel a Legendary Lootbag-kel általában nincsen szerencsénk. Na jó, de legalább nem túl OP-k, nem kéne mindig panaszkodni, ugye? A fotovoltik szellek azok viszont jók, meg igazából ez a Golden Coin is jó, most már nézzétek meg, egy csomó mamink van. Na, összedobtam egy adag Advanced Control Circuit-et még, ebből szerintem soha nem elég semmilyen mennyiségben, és a következő feladatunk, ez az Enriched Alloy lesz, ami rögtön akkor használatba veszi a most elkészített infuserünket, tehát be kell tenni ide egy adag steelt, egy adag redstone-t, és akkor ezt ellátva energiával, vagy hát ez pontosabban redstone-nal tölti fel, megcsinálja nekünk ezeket az Enriched
dolgokat, hogy miért néz ki a steel ebből a változatából ilyen változatává, azt nem tudom, minden esetre ez kell a küldetésünknek is, és akkor ezért is, hát ebből kettő is kell, el is készült, és akkor ezekért már akkor szintén csak átveszem a jutalmat, mindenfélét ad nekünk érte cserébe, és hú, te jó ég, mi készül itt. Bonyolultabbnál bonyolultabb szerkezetek, és ráadásul az Elite Crafting Table is itt van. Ó, te jó ég, szóval ezért kellettek nekünk ezek az elnézést alajok. Wow, na jó, nem akarom az összeset átcraftolni, szóval elég nekem még kettő. De, ja, ez így több is, mint elég. Oké, ezt még majd használjuk, amikor kell. Support Creeper, nem akarsz feljönni? Nem a legjobb hely egy Support Creepernek itt lent. Szóval, hoppsza, Support Creepert mindjárt átváltoztatjuk a lenti gépbe. És akkor dobjuk össze ezt az Elite Crafting Table-t is. Hát igen, kell hozzá két darab ilyen Advanced Crafting Table, szóval az előzőt azt fel is szedhetnénk. Illetve nem tudom, hogy gondoltátok volna de hogy még egyet kéne ebből készítenünk. Emlékeztek, hogy az előző crafting table-ünk a tier 1 és az összesen ennyiből állt? Tehát, hogy meg kell fognom egy két darab copper plate-et ide tenni hozzá, és kész is van. Tehát, hogy így az advanced crafting table-ünk, ami annyira nagyon nehéz volt régen elkészíteni, az összes ennyi. Következő változatához képest sokkal, de sokkal egyszerűbb. Úgyhogy el is készültek a mana steel plate-ek, és akkor most már csak egy prudentium gear kellett, és hatalmas lesz szerencse, mert a Mystical Agriculture-ben még nem kezdtünk bele, viszont a küldetési utalomként már kaptunk 4 darab ilyen prudentiumot, amit így át is lehet craftolni prudentium gear-re. Na most ezeket viszont nehéz megszerezni ott, úgyhogy szerencsére nem is kellett még belekezdenünk, és nem is olyan szívesen szeretnék odáig eljutni, de itt tök jó, hogy küldetési utalmakból ez megvan. És akkor ezt össze is tudtuk pakolni, Elite Crafting Table-ben, na tessék a papagájunk alá, most jön egy ilyen fejlesztés, és ez most már ilyen hatalmas nagy, tehát ez egy 7x7-es crafting table. Óriási receptekkel, mindjárt nézek is példának egyet, na tessék, itt van például ez. De 200 recept van rajta, látjátok megcsálva. És ezt mind kifejezetten ehhez az egy modpackhez készítették, tehát külön így írták meg félelmetesen sok időt. De hát ja, szerencsére sikerül mindig kifognunk ilyen igényes modpackeket ilyen szempontból. Szóval ja, megvan, és akkor átvehetjük érte a küldetés utalmat, itt is van, és ezekből egy csomó küldetés kiágazik még. Itt most már lesznek jetpack komponentek, energy tabletek, és alig-alig várom, hogy megcsássunk a rolling machine-t, amivel tovább tudunk haladni majd a többi fejezetbe is, ugyanis itt az Ore Salons Smelterinél nagyon elakadtunk ennél a glowstone ingotoknál, pedig mint ahogy már beszéltünk róla korábban, ezek nagyon-nagyon jók lennének, de az obszidiára is igaz, amiből majd armort szeretnék készíteni, meg erre a glowstone-ra is az, hogy hát igen, ehhez egy ilyen rolling machine nevezetű dolog kell. A rolling machine-ot, hogy így készítünk, ez nagyon bonyolult lesz itt, annyi mindenkit, még forest river is bele kell kezdeni. Pedig remélhetőleg hamarosan ideig is eljutunk, ugyanis nagyon-nagyon szükséges most már. De biztos emlékeztek rá, hogy hát voltak nekünk itt ilyen sárkánypáncél kraftolások is, amint meg lesz az Elite Crafting Table-ünk, és most már egy 7x7-es helyen tudunk kraftolni, végre ezeket is el tudnánk készíteni. Ami szintén csak armor szerzés szempontjából nagyon-nagyon jó lenne, mert mint kiderült, ez a gyémánt is nagyon gyorsan kopik, és nagyon-nagyon sok kell belőle. Igaz, sárkány pikkelyből is, de szerintem ebből a világos kék színűből eleget szereztünk legalább egy chestplate elkészítéséhez, vagy talán egy nadrág is kifér belőle, szóval először is viszont a vanadiumokat kell egy kicsit szétlapítgatni, a maradék részéből pedig csinálni ilyen láncokat. Nagyon megváltozott ennek is a craftingja, de ezért lesznek ennyire értékesek ezek a sárkány ruházatok is. Szóval végre itt a gyönyörű szép kék 7x7-es craftingunkban már össze is tudjuk dobni ezt a páncélzatot itt. Na végre visszaszereztük a sárkány melvértünket, ami tényleg nagyon-nagyon jó lesz, és ezt fel is akarom mindenféleképpen fejleszteni, sokkal jobb lesz, mint a gyémánt, és ráadásul külön véd minket a sárkányoknak a lehelletétől. Mármint, hogy gondolom nem a szájszag miatt, hanem a tűz miatt, ami kijön belőlük. És hogyha megvan ez a teljes páncélzat, azt gondolom még értékesebb lesz így összességében, úgyhogy nézzük a gatyát, hát ha az még kifér belőle. Á, nem, ehhez pont látjátok nem elég, szóval majdnem meg lett belőle, de még kell ilyen light blue sárkányokat gyilkolászni, amik egyébként talán jégsárkányok, de ezt még nem tudom, majd a következő részekben meg kell indulni, és akkor keresni még sarikat. És akkor lesz egy teljes páncélzatunk, vagy akár igazából más színből is lehetne. Igazából ugyanannyit védenek, úgyhogy a sapkánk az úgysem látszik, viszont ott is számít a védelem, meg csak belőle akkor még egy ilyen bronz sapkát. Nem lesz ennek rosszabb a tírja attól, hogy bronz, csak ennek ilyen a kinézete, és akkor ezt is így átcserélem. Ez a steel leaf, ez úgysem volt annyira extra. Szóval ja, most már kezdünk akkor felszerelkezni sárkánybáncolókkal, de tényleg jó lenne elmenni, és akkor még vadászni. Lehetőleg ilyen kéket, mert akkor legyen legalább egységes. Vagy legalább akkor olyan színek, amik jól néznek ki egymásba. Például a világos kék és a fehér, azt szerintem tök jól néznek ki. Akkor abban nem bánnám, hogyha így külön-külön armokat csinálnánk. Szóval igazából eddig jutottunk ebben a részben, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Végre akkor ezt is el tudtuk készíteni, és hamarosan folytatjuk is egy következő részsel. Ha még nem láttátok a Sea of Thieves-es videót, ami szintén csak pont most került fel nemrég, talán hétfőn a csatornára, akkor azt mindenféleképpen csekkoljátok.
mert egy nagyon jó kis montás készült belőle a streamből, és hamarosan találkozunk egy Space Dragons-os epizódban is. Addig is még minden jót, és sziasztok!